2019-ben a CÖFCÖKA alapító elnöke és a lengyel barátai úgy döntöttek, hogy a Kárpát-medencei szellemi honfoglalás körét európai szintűre terjesztik, és megalakult az EUCET, vagyis az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács. Akkor is voltak Európának problémái. Itt volt a migráns helyzet, a demográfiai gond, de még nem is látszott az orosz-ukrán háború, még a Covid sem látszott. Azt kell mondjam, hogy sokkal kevesebb gondunk volt, mint most 5 évvel később. Mit tudott elérni az EUCET az elmúlt 5 esztendőben ahhoz képest, amilyen célokat kitűzött? Kérdezem Csizmadia Lászlót. A kérdés rövid és hosszú távon is megindokolható. Gyakorlatilag a CÖFCÖKA abból indult el még 2009-ben. Érdekes, hogy most csak eszembe jutott, hogy 2019, akkor akár 10 évesek is voltunk, hogy a népesség elvét valamilyen módon közvetíteni tudjuk nemzetközileg is 2019-től, és akkor a kérdés az volt, hogy mégis merre induljunk el, hiszen akkor már hazánk a regnáló kormány munkája kapcsán azért a szellemi honvédőink véleménye szerint is tulajdonképpen a demokrácia és a jogállamiság talaján állt. Ugye ezt mindig lehet vitatni, csak egyfelől nem ezt a dolgot, amit mondtam, ami nem kis dolog, hogy demokrácia és jogállamiság, hogy ez nem lehet a népfelség elve nélkül. Na most ez a CÖFCÖKÁ-nak a kályhája, és úgy gondoltuk, hogy vannak problémák, hiszen elindult a migráció, illegális migráció, gyakorlatilag azért az ellenzék nem tett le akkor sem folyamatosan arról, hogy a kormányra kerüljön, és úgy éreztük, hogy mindenfajta olyan nemzeti kapcsolat, ami addig is segítette azért a munkánkat, így a lengyelekkel való nem kis barátság, az erősítheti a törekvést, hogy Európában is figyeljenek oda arra, hogy a demokrácia alapja, a jogállamiság legfontosabb része a népfelség. És mivel lengyeleknél megtaláltuk a lehetőséget, mert az akkori Kaczynszki féle pártvezetés és a miniszterelnök úr is, és a köztársasági elnök úr is úgy vélte, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak az 1000 éves, vagy még több időből származó barátsága, az egy olyan politikai alapot is szolgálhat, amikor nem egyedül kell egy ilyen nemzetközi térbe kilépni, hanem akkor már legalább 2 olyan ország van, akik régen szocialista országok voltak, kevésbé voltak híresek arról, hogy nyugati kapcsolataik megvannak, és Nyugat nagymértékben segíti a volt kelet-európai, közép-európai államokat. Tehát úgy gondoltuk, hogy akkor meg kell keresni, már mi mondjuk, hogy népfelség, akkor a népet kell megkeresni minden olyan államban, országban, amelyik Európában haladhatja a szavát. Ez ma is gond egyébként, hogy jófele keresgéltünk, és most kezd kinézni úgy a helyzet, hogy talán meg is találjuk azt az utat, ha nem is 2019-től a mi, hogy mondjam, kezdeményezésünk, hanem talán az európai népesség, az európai lakosság megérett arra, hogy egyre szorítóbb helyzetben észrevegye, hogy ő neki
erről szót használhatok, fel kell kelni, nem csak a fotelból, ahol a tévét nézi jobbról-balról, hanem fel kell kelni, és szavát mindenféleképpen hangoztatni, megszólalni a saját érdekében. Tehát a cél az volt, hogy keressük meg alulról az embereket, de ne csak úgy általánosan, hanem keressük meg azokat a közösségeket, amelyek szikla szilárdan vallják a népfelség elvét és a valódi demokráciát, ha ehhez még hozzá lehet tenni, és akkor egy sokrétű közösséggel, amelyik átkarolja azért jobb oldalról, és akkor itt rögtön ne felejtsük el a zsidó-keresztény hitünket és történelmi tanúságainkat, átkarolja egész Európát, és akkor ebben az esetben eljuthatunk odáig, hogy a szavunkat akár az Európai Unióban, akit ugye annak idején is már elefántcsontoronynak lehetett nevezni, és jól lehetett látni, hogy az ottani megélhetési politikusok kevésbé foglalkoznak az igazi emberi problémákkal, értékekkel, egy olyan szilárd alapot felépíteni, amelyikre majdan a jobboldali politikusok, amelyek konzervatívak, nemzeti érdekeket vallanak, akár hivatkozni tudnak, vagy érzik, hogy alattuk egy olyan erő létezik, amire támaszkodni tudnak. Bocsánat, különleges időszakban beszélgetünk most, mert az EUCET az 5. konferenciájára készül, október 25-én, 26-án jönnek össze az európai, sőt, tengeren túli civilek meghányni vetni a világ problémáit, és ebben az időszakban Magyarország az uniós soros elnöki tisztét tölti be, sőt, ezekben a napokban mutatta be Orbán Viktor Strasbourgban az Európai Parlament előtt az uniós elnökség elképzeléseit. Lezajlott a vita, és a vitából azt lehetett látni, hiszen most már mindenki tudja annak a zanzáját, mindenki olvashatta, ha egyenesben nem is követte ezt a beszédet, illetve a kérdéseket, illetve a parlamenti képviselők felszólalását, hogy senki az ég egyadt a világon érdemben nem foglalkozott az Európai Uniós, Magyarország Európai Uniós elképzeléseivel. Gyakorlatilag, ha Orbán Viktor nem mondta volna el uniós elképzeléseit a strasbourgi ülésteremben, akkor is nyugodtan elmondhatták volna a képviselők a felszólalásaikat, mert az Orbán Viktor személyében és Magyarországot pedig az egész társadalmat támadó megszólalások hangzottak el. Azt kell gondoljam, vagy azt kell mondjam, hogy létezik az Európai Unióban egy olyan szervezet, az Európai Parlament, amelynek a státusza jelen pillanatban nem tisztázott, nem a szerepét tölti be, és főleg nem a választók elképzeléseit, akaratait képviselik azok, akik ott megszólaltak. Hát szívem szerint szólt, és egy olyan lehetőséget is megkaptam, hogy onnan tudjam folytatni, ahol éppen abba hagytuk. Tehát eltelt egy időszak, ezt ugye rögzítjük most, átrepültünk a mába, és azt látjuk, hogy a Civil Összefogás Fórumnak és az EUCET-nek az elképzelései egyre jobban arrafelé hatnak, hogy a gyümölcs érik. Méghozzá nem is kicsit érik, mert amikor megjelent a patriotizmus a politikában és az emberi fejekben, hogy létezik ilyen, hogy vannak nemzetvédő polgáraink, hogy tényleg lehetnek szellemi honvédőink, az valahogy talán nagyon remélem, hogy egy nagyon jó indulatú, ha szabad ilyet mondani, vírus miatt a politikusok fejében is realizálódott, és érdekes módon, nagyon éles módon rögtön megkülönböztette akár az Európai Parlamentben ülő képviselők eszmei mondani valóját a reális időknek megfelelően, és
ugyanott vagyunk az Európai Unióban, mint ahogy azt 2019-ben láttuk. Ez azt jelenti, hogy a megélhetési politikusok, ugye, hogy a Kádár korszakban egyébként mondta akkor is a nép, hogy ja, hát elmegyünk választani, aztán lesz 95%, mert úgyis nekünk oda kell dobni. Most ugye az európai parlamenti választásokra. Igen, az európai választásokra gondolok. Az európai választásokkal kapcsolatban a végeredmény azt tükrözi, hogy bármennyire tört elő a jobboldal és a nemzeti érzés és a védelmi reakció az európai emberekből, hogy védjük már meg Európát akár a illegális bevándorlóktól, akár a orosz-ukrán háborútól most már, vagy akár az inflációtól, vagy akár, hogy a gazdasági kérdések nem, hogy elsőséget kapnának, hanem teljes mértékben elhanyagolhatók. Tehát azt kell mondanom, hogy számunkra egy csodálatos fény az alagútban, hogy megjelentek a patrióták, és az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért mozgalom. És akkor csak egy mondat még, igen? És ott van az a szikla, szilárd dolog, amit mondtam, hogy most már ők sziklára építhetnek, mert például az EUCET azon fogja magát kifejezni, és úgy fogja magát kifejezni, hogy jogi személyiségé válik az 5. kongresszuson, mert hiszen ez lesz az 5., és teljes erőben a patriótákat fogja a parlamentben támogatni, hiszen ugyanazt akarják, amit mi akartunk 2019-ben. Ugye a Patrióták Európáért frakció jelen pillanatban a harmadik, létszámában a harmadik frakciója az Európai Parlamentnek, eközben semmiféle bizottsági helyet nem osztott a többség ennek a patriotizmusnak, vagy ennek a politikának, vagy ennek a szellemiségnek. Ez a dolog egyik része. A másik része ugye, hogy ennek a Patrióták az Európai Unióért frakciónak az első alelnöke, Gál Kinga fogja nyitó előadást tartani az EUCET 5. kongresszusán. Ez a dolog egyik része, ami ugye október 25-én lesz. A másik része pedig az, hogy ezen a kongresszuson a panel beszélgetésnek a témája az a lengyel jogállamiság és a kereszténység helyzete. Nincs itt valami ellentmondás? Hát az ellentmondásokra mindig rá kell mutatni egyébként, de van ellentmondás. Ugye arról szól a történet, hogy Lengyelországban olyan komoly státuszokban lévő emberek jönnek el, vagy voltak komoly státuszokban, akik el fogják mondani, hogy ma Lengyelországban a jogtiprás folyik, és egész egyszerűen az Európai Unió segítségével, amire remélem, hogy még egy picit vissza tudunk térni, sikerült kormányt váltani. Nem csak ott, ugye Csehországban is. Csak az egy másik kérdés, hogy arról feledkezik meg az Európai Unió, hogy az ilyen egyenes irányú sínek mentén egyszer csak mindig eljön a választás lehetősége, és lehet, hogy nem pontosan abban az időben, amikor egy ilyen áporodott szagú Európai Uniós vezetés van fönt, ahol már kellene szellőztetni, mert ha külön-külön megkérdezzük a Unióban tartozó 27 tagországnak a lakosságát, vagy a választó polgárait, akik most már egyértelműen mondják, hogy ez így nem mehet tovább. Erről jutott eszembe Makova címre 2009-ben, amikor azt mondta, hogy elég volt. Na most, ha finomkodunk, akkor baj van. Amikor megtámadnak bennünket, és közképpen egy olyan demokratikus ország vezetőjét, amilyen Magyarország, ahol 14 éve tulajdonképpen mindenfajta nem vitatott választási körülmények között ez a kormány tud tulajdonképpen regnálni, akkor nekünk vissza kell utasítani mindenféleképpen, és most már nem finomkodva, mert hogy is volt ez a tegnapi nap, ugye, amikor Strasbourgban Orbán Viktor egy sajtótájékoztatót tartott,
hogy a DK-s ördög megjelent vezényszóra, és azt mondta, hogy táruló vagy. És közben tudjuk, hogy, hogy ők az árulók. Hiszen éveken keresztül tudták ezt produkálni. De Orbán Viktorral egy kicsit még koncentrálva, mi történt tegnap? Felkészülés történt arra, nem kis mértékben, hogy keresztre feszítsék Orbán Viktort. Csak az a probléma, hogy ebben az Európai Unióban, ahogy mondtam, már áporodott a levegő, és az összeszög, amivel megpróbálták egy ez rozsdás. Igen, nem igen, rozsdás, de ezzel együtt, még bocsánat, ennél a képnél maradok, ehhez képest ott elővette mindenki a saját kalapácsát, és beverték ezeket a szögeket. Egyoldalú volt a dolog, ugye néhány magyar tudósító próbált tényleg nem elfogult kérdéseket föltenni, hogy azért lássák, tisztában legyenek ebben. Nekem egyértelműen a véleményem ezek után, hogy a CÖFCÖK a feladata, hogy megértesse az EU-CERT-ben, hogy most olyan békemenetre van szükség, aminek, mondtam, hogy az alagútban a fény már látszik, át tudunk menni ezen az alagúton, mégpedig egyenesen, mert ha megnézzük, akkor egy nemzetközi békemenet együtt érkezhet azokkal az illegális bevándorlókkal, akiket ugye a kormány át akar Brüsszelnek vinni logikus módon, mert a magyar szabadságot és a magyar életet, a magyar családokat védi olyan emberektől, akik tényleg illegális, tehát ha húzzuk többször alá, olyan emberek jönnek, akik nyugaton csinálják a balékat, most Dániában, Svédországban, Németországban zárják le a határokat, most kezdenek ébredezni. Orbán is azt mondta ma, ha jól emlékszem, hogy azért jött, hogy ébresze föl már az Európai Uniót. Tehát gyakorlatilag egyértelműen változás van Ausztriában, változás volt Szlovákiában, ugye nem is kicsi. Néhány német tartományi választás néhány is. Néhány tartományban, Dánia bezárta a határait, Svédország bezárta a határait, minden, de mintha kinyílna az út arra, hogy nemzetközileg is át fogják engedni ezeket a buszokat, és esetleg azokat az autós magyarokat, akik a béke zászlajával újabb figyelmeztetést akarnak adni a brüsszeli elefántcsontorodnak, a brüsszeli bürokráciának, amelyik teljes mértékben elszakadt a valóságtól. Ugye azt mondták az Európai Parlamentben, Strasbourgban, hogy azért nem kíváncsi senki a képviselők közül Magyarország elnökségi programjára, illetve Orbán Viktor miniszterelnök soros elnökségi programjára, mert hogy nincs joga Magyarországnak egy ilyet elővezetni, tulajdonképpen megkérdőjelezték, hogy a soros elnökséget egyáltalán szabadott-e Magyarországnak adni, ezt el kellett volna venni, ugye korábban voltak erre szándékok, voltak erre elképzelések. Hadd térjek vissza az ötödik konferenciára, hiszen az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Franciaországon át a balti országokig elég széles a kör, ahonnan vendégek jönnek és előadók jönnek. Csizmadia László mit gondol ennek a nyilatkozatnak, amit a tanácskozás végén rendszeresen el szoktak fogadni? Ennek lesz most a mai Európában fölhívó ereje, felkiáltó jel, formája valamilyen módon odafigyel erre a világ, vagy tanácskozunk ismételten egymás között, mindenki elviszi haza az itt tapasztaltakat, és megpróbálja a saját harcát otthon tovább vívni. Igen, volt gyerekkoromban tetszett egy ilyen kis reklámmondás, ami úgy szólt, hogy amidőn arcik, a darmol dolgozik. És ebben a pillanatban jutott eszemben, hogy dolgozunk. Aki aludni akar, meg hozzászokott az alváshoz, ilyen az Európai Unió jelenlegi vezetése, aki nem csak korrupt,
nem csak egymás alá dolgozik. Gyakorlatilag tulajdonképpen nem egy olyan képviselőt ölel magához, akinek börtönben lenne adott esetben a helye, addig nehéz előre menni. De azt kell majd egyszer csak egy pillanatban eldönteni, hogy tudják-e ők, hogy azért mindenkor a nép dönt. És dönthet úgy, hogy választások alapján, ugye, és akkor egy sejmes forradalom jöhet elő, vagy pedig önmagától, amikor elég volt, ahogy Makovec Imre mondta. Na most nem mindegy, hogy melyik dolgot válasszák. A mi feladatunk, és ebben teljesen egyetértek Orbán Viktorral, hogy kis nemzet vagyunk, de arról szól a történet, hogy egyenrangú nemzetnek kell lennünk, mert így írtuk alá az alapszerződést, ahol a szuverenitás határai nagyon pontosan meg voltak határozva. De egy ilyen kis nemzetnek az a feladata valóban. És a demokráciának is visszafele az a feladata, hogyha valaki kicsi, akkor törődjön a többség a kisebbséggel. Ez Magyarországon a gazdasági lehetőségeknek megfelelően nagyjából megtörténik, mindig lehetne jobb. Tehát nehogy itt véletlenül azt higgyük, hogy most mi a legjobbak vagyunk ebben a témában. De az igaz, hogy Magyarország sokszorosan kisebb, mi Németország, aki középhatalomnak képzeli minimum magát, vagy Franciaország, aki úgy szintén ezt teszi, vagy Oroszország, aki esetleg atomfegyverrel fenyegetőzik, de nekünk időben lehetőségünk van arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy rossz úton megyünk, és hogyha ez a mag ténylegesen termőtalajra hullik, az emberek fejében, tehát a többség fejében, a választópolgárok fejében, akkor nem hiába dolgozunk. Tehát nincs olyan érzésünk, hogy most hopp, meg fog változni az Európai Unió, de fölkészülhet szerintem az Európai Unió, és főleg a patrióták megjelenésével, hogy egyszer belülről fog most már olyan támadásokat kapni. Amikor nem tudja ezt a... hát ez nagyon nehéz kifejezés, hogy kettős mércét alkalmazni, mert már belülről készül egy robbanás, és ez csak éppen valakinek meg kell gyújtani a zsinort. Ez például az olasz nagypárt, ugye, amelyik, hogyha Meloniék ide beszállnak, és akkor, és még egy üzenem Manfred Webernek is, kisember vagyok ehhez, ne legyen ő ilyen magabiztos, mert nagyon sokan ott ülnek, hogy már nem a székbe ülnek, hanem indulásra készek, hogy átüljenek a patriótákhoz. Na most ezért nem lehet, ahogy szokta a magyar mondani, egy szalmaszálat Manfred Weber hátsójába gőzkalapáccsal sem beverni. Ez indokolja az ő mostani viselkedését. Ugye ő nem kisebb dolgot mondott, mint hogy a Tisza párt a megoldás, és Orbán Viktornak és a kormányának el kell takarodni a Magyarországról, mert hogy a nép már ezt követeli. Más kérdés, hogy a nép most itt megkérdeztetette, vagy nem kérdeztetett. Meg októberben beszélgetünk, és októberben a gyúanyagról szólni mindenféleképpen az emlékezetünket idézi föl. Az, hogy október 25-én lesz a konferencia első napja, ugye ez nem más, mint a parlamenti sortűz, a véres csütörtök emléknapja. Ez fölidézi bennem, hogy Magyar Péter mint egy elstandolni akarja a lyukaszászlót, az 1956-os lyukaszászlót. Lehet, hogy ez már múlt idő is, én nem tudom eldönteni. Mi erről az ön véleménye? Hát először is ahhoz, hogy térjünk vissza a zászlóhoz, mert millió példa van, hogy a magyar Péterek hova jutnak a magyar politikában, és hogy a magyar emberek milyen gyorsan teszik helyre ezeket a jelenségeket, a paprikás krumplitól a parizelig, és akkor mehetnénk, még tovább tudnánk ugye beszélni Márki-Zaytról, meg nem is érdekes, mert amikor szavazásra kerül a sor, akkor ugye most már 14 éve azt látjuk, és én állítom, hogy ezt is fogjuk látni, ha nem követel az Orbán kormány komolyabb hibát.
mert hibát el lehet követni, gyakorlatilag akkor van esély arra, hogy rendbe hozzuk, vagy gyakorlatilag olyan kicsi a hiba, hogy más pozitív intézkedésekkel ezt annulálni lehet. De az a véleményem, hogy a zászlóügyben, hát hol volt ez az ember, amikor, és most itt be kell hozni a személyemet. Nem tehetek más, a kérdés erre is irány. Én a Vas utcában laktam, 10 éves gyerekként, bátyám jött délelőtt, a rádió mondogatta, hogy lehet menni tüntetni, nem lehet. A belügyminisztérium engedi, nem engedi, stb. A bátyám azt mondja, hogy hát mi menjünk tüntetni, az egyetemisták már úgyis jönnek, és akkor csatlakozzunk a Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca között. Ugye nem vitatjuk, hogy egy 10 éves gyerek azért már érdeklődik az ilyen dolgok iránt. Megfogta a kezem, beálltunk a sorba, nem vagyunk messze a zászlótól. Bacsi-Zsilinszky úton mentünk végig. Ugye tudjuk, hogy ahogy a tüntetés berlemet, laktanyák, bemszobor, stb. De a Bacsi-Zsilinszky út egyik részén, ezt már nem tudom megmondani gyerekként, hogy pontosan hol, azt látjuk, hogy a tömeg megáll, és egy fiatal lány kijön a teraszra, és hozza a magyar zászlót, amiben ott a Rákosi féle címer, és kivágja. És ott van egy olyan fiatal tömeg, aki újjong, örül, mert azt hitte, és hittük mindannyian, és ma is úgy gondoljuk, hogy hiába hittük, hogy most ezzel itt a szabadság, megtehettük, és nem elnyomás következik, hanem tényleg megélhetjük azt a szabad levegőt, amit nyugaton már a háború után ugye több tíz évvel már élveztek. És nem egészen így alakult, de mindezzel együtt most az EUCET 5. konferenciáján, ha nem is forradalmi helyzetet próbálnak megelemezni, de a gyújanyagot, vagy ha úgy tetszik, a vetést megpróbálják valamilyen módon életben tartani, annak érdekében, hogy az erjedés tovább folytatódjon, és az európai változás az minél előbb véglegesen bekövetkezzen. Ez, ha szabad még két mondatot mondani, egyrészt a zászlót nem adhatjuk, mert a zászló az nem csak, hogy magyarországi, hanem azoknak a fiataloknak és embereknek, akik a forradalomba elestek, 200 000-en el kellett menni Magyarországra, azoknak a jelképe, senkinek ilyen értelemben köze nincs hozzá, csak egy, hogy emlékezzen, és próbáljon olyan ember lenni, aki esetleg adott esetben úgy tud küzdeni, mint a Orbán Viktor mondta kell. Hát, hogyha azt gondoljátok, mi oroszok barátai vagyunk, akkor ha egy ilyen helyzet állna fel, fogadjunk, hogy megint ott találkozhatnánk a rendes emberekkel a Korvin közben. Tehát a zászlót nem adjuk, hogy úgy mondjam, nem tekintjük már kísérletnek a európai EUCET-nek. Azon gondolkodok éppen, hát, hogy érdekes, egy hát a több szellemi honvédő elkezd velem gondolkodni. Azon gondolkodok, hogy ugye EUCET, Európai Unió Civil Együttműködési Tanács, hogy nem lehetne ez PEUCET, ami azt jelenti, hogy patrióták kerülnének oda. Semmi más nem történt, jött a történelem, és azt mondja, hogy őket helyezzük a nevünk az EUCET szó elé, ezzel világossá tesszük, hogy merre haladunk. Legyen így, jó tanácskozást, és köszönöm szépen az interjút Csizmadia Lászlónak. Örülök, hogy megtettem.